Jó reggelt. Péntek van, 8 óra 42. Igazából nem rékeltem, mert este én még elmentem edzeni 8-kor, 10-kor jöttem haza, és még annyira sok papír munkám volt, hogy olyan egyik fenn maradtam, utána meg hajat mostam, meg ilyesmi. Iszom a kis citromos vízem, ami ugye azt jelenti, hogy egy fél citrom, és engedtem vízem, most már ennyit megittam. Azért szeretem így kezdeni a reggelemet, mert úgy vettem észre, hogy ez nagyon sokat segít ahhoz, hogy így beindítja az emésztőrendszeremet. A mai nap az egész pörgős lesz, ami azt jelenti, mert most megcsinálom a kedvenc reggelimet, utána elmegyek körmöshöz, aki nem tudja, hogy megyek, úgyhogy remélem, hogy be fog venni. Utána a körmös után csinálunk otthoni fagyikat, aminek nagyon, vagyis jégkrém inkább, nagyon örülök. Utána pedig szerintem halat fogok ebédelni, mert nem lesz idő másra. Ma egy új receptet akarok kipróbálni, és meg is mutatom, de szerintem kitoljuk azt vacsorára, és vacsorának fogom megcsinálni. Mivel 2-kor már a szervizben kell lennem az autómmal, 3-kor edzeni, és 5-kor pedig a barátnőmmel találkozok, úgyhogy elég sűrű ott a program. Ma egy alacsony szénhidrátú napot mutatok, amikor nagyon alacsony a szénhidrát, és elég magas a zsír. Volt egy olyan komment a múltkori videómat, hogy ez elég veszélyes, amit csinálok, viszont tudom, hogy mit csinálok, és az orvosom ajánlotta, ugyanis mondtam már, hogy hormonális problémáim vannak, és jelenleg nekem ez most a legegészségesebb dolog, amit tudok csinálni, és szerintem sokak számára ez is egy jó példa lehet, hogy mit tudnak ilyenkor enni, vagy ilyesmi, úgyhogy higgyétek el, hogy tudom, hogy mit csinálok, és nem össze-vissza csinálok itt mindent, hanem tényleg most figyelembe veszem azt is, amit az orvosom is ajánlott, és igen, szóval ezt most megiszom, megcsinálom a reggelimet, és iszom egy kávét, és indulhatunk a körmöshöz. Ugye minél több szín van a tányérodon, annál egészségesebb. Nem a McDonald's színeire gondoltam most. Úgyhogy igazából ezek budjantott tojások. Nagyon-nagyon szeretem így is. Írjátok meg, hogy ti mit szoktatok reggelizni, és hogy kipróbáljátok-e ezt a reggelit. Ilyenkor szoktam imádkozni, hogy senki ne ismerjen fel. Van egy kis gond. Mégpedig az a gond, hogy nem veszi fel a körmösöm a telefont. Úgyhogy most oda megyünk, és kiderítjük, hogy miért nem veszi fel, és remélem, hogy nem pont ma szabadnapos, vagy nincs szabadságon, mert én őt szeretem a legjobban. Itt kezdődnek a napi gondok. Amúgy ez nem gond, de mégis. Nőknek ez igenis probléma, hogy a körmös nem veszi fel a telefont. Készen vannak a körmeim. Mindig más színűt csináltatok, és más alakja is van mindig általában. Most ilyen nagyon rövid, nagyon natúr. Most ilyen nagyon rövid, nagyon natúr, kis rózsaszínkás körmökre vágytam, és egész gyorsan készen is lettünk. Nagyon éhes vagyok már, úgyhogy főzni fogok most rögtön, ahogy felmegyek, mert nem is nassoltam, és én általában mindig nassolok a reggeli és ebéd között is, és most nem nassoltam, és ilyes vagyok. Nem tudom, mi van vele mostrában, de nem tudom megenni a csirkehúst, vagyis meg tudom enni, de valahogy nehezen csúszik le, nem tudom, hogy a meleg miatt, vagy valami, eddig imádtam. És olyan 2-3 napja csak lazacon, meg pangasziuszhalon, meg mi? Ja, meg tonhal. Ezt a hármat fogyasztom már ilyen 3 napja, és tegnap ettem egy kis csirkét, és egyszerűen nem tudtam leküszködni
torkomon, úgyhogy nem tudom, szerintem lehet, hogy ez a meleg miatt van, mert ezek sokkal könnyebb kaják, de mégis tele vannak proteinnel, úgyhogy számomra tökéletes. Na hát a tálalásért most nem adnék 5 csillagot magamnak, mert a hal az teljesen szétesett, tehát hogy így eddig mindig gyönyörűen egyben maradt, most amikor felveszem videóra, akkor ilyen darabokra esett szét, mindegy, attól még az íze nagyon finom lesz. És ugye van itt karfiol, brokkoli, cukini és 2 darab édesburgonya. Most voltam a szervizben, ahol kiderült, hogy nem csak az a gond van, amiért én mentem eredetileg, hanem még 5000 gond, de ez általában mindig így van, hogy elmegyek valahova, azt hiszem, hogy van egy kis gond, és abból van 5. Szóval most megcsináltak belőle 2-t, és még maradt 3. amit majd később fognak megcsinálni, mert most erre nem volt idő. Kezdek éhes lenni, ami azt jelenti, és elég nagy probléma ez, mert most itthon vagyok, az anyukáméknál, és itt nincs nekem való kaja. Erről beszéltem. Bárha volna egy banán, ja nem, mert ma izé van. Van banán. De ez is meg van fonnyadva. Ma low carb day van. És ha hiszitek, hanem semmit nem tudok felhasználni. Na, találtam fruit and nut mixet, amit imádok, csak ugye itt is mindig olyat kell venni, amiben nincs hozzáadott cukor, a DM-ben van olyan. És ebben pont van. De gondoltam, hogy kiszedem belőle a kókusz, meg a mandulát, amiben nincs, meg egy fél banán. Annyira reménytelen a helyzet, hogy nem tudom, mit kezdjek magammal. Először is iszom, aztán eldöntöm, hogy mégis mit akarok. Én ebben a konyhában a Milkától kezdve minden megtalálható, hogy látnátok, mi minden van. És ez jó is, hogy ez most így jött, mert sokan kérdezitek, hogyha rám törnek ilyen falási rohamok, mint most, hogy mit tudok ilyenkor csinálni. Hát az egyik jó tippem az, hogy ígyatok meg egy pohár vizet, és várjatok egy kicsit. Ez az egyik legjobb tipp, amit adhatok ilyenkor, amikor rátok tör a falhatnék, a falási ösztön, meg ilyesmi, mert hát rám is sokszor rám jön, tehát éjjel is rám jött, és ettem is egy hozzáadott cukormentes műzlit, amit szeretek, mert nagyon sokáig fent voltam, dolgoztam, és éhes voltam, és hallgattam a testemre, de tényleg konkrét éhes voltam az edzés után, úgyhogy hallgattam a testemre, és egyszerűen ettem. Kész, ennyi. De most, hogy nem régettem egy órával ezelőtt, 1,5, és konkrétan éhesnek érzem magam, hát azért kicsit átgondolom ilyenkor, hogy tényleg, vagy csak unatkozom, mert amúgy nagyon unatkozom. Eltelt 10 perc, és még mindig azt érzem, hogy éhes vagyok, és attól félek, hogy hát nem szeretnék rosszul lenni az etésen, hogy leessen a cukrom, vagy ilyesmi, mert megtörténhet, úgyhogy egy fél banánt megeszek. Ennyit a low carb téről. Lehet, hogy ez még belefér amúgy. Na, majd kiszámítom. Minden este kiszámítom a napi mennyiséget, amit megettem. Szeretnék teljesen őszinte lenni, úgyhogy, hát igen, this happened. Annyi van, hogy kókusz meg mandulát csipegetek ki belőle, mert tudom, hogy ahhoz nincs hozzáadott cukor, elolvastam az összetevőket, csak a többihez adtak hozzá cukrot. Ennyit erről. Itt vagyok az edzőterem előtt, de megint én vagyok az egyetlen, aki itt van. Patrik, megint késel. Igazság szerint nem tudom, mit fogok csinálni. Mit fogok csinálni? És ez mi? Vagyis ugye én tudom, de magyarul már. Na mindegy. Majd látni fogjátok. Már most izzadok. Négy ütemű fekvőtámasz vagy mi? 4 ütemű fekvőtámasz. Szóval 250 darab.
If I slip into the ocean, swallow me up in one motion. Szóval ebből 250-et csinálok meg a mai edzésen, 50 utána, még 200. Patrik, nyomasz! Ez az, ő is szenved most, nem csak én. Nekem még amúgy hátra van 80. De inkább csinálsz egy videózatban. Kész, befejeztem a 250-et. Nem érzem a kezeimet. Nem tudom eldönteni, hogy mi fáj jobban. A kezeim. A kezeim fájnak jobban, vagy a hasam, vagy a lábaim, de figyeljétek, kb. Ennyire ki vagyok, hogy ennyire rezegnek a kezeim. Ez volt az első alkalom, hogy ilyet csináltam. Kegyetlen volt, de nagyon jól érzem magam, tehát, hogy így full felpesdített ez az egész. Kérdeztem Patrikot, hogy miért csak most csináltam először, és mondta, hogy ugye ezt nem jó, hogyha kezdők csinálják, mert ez azért elég nehéz gyakorlat, végigcsinálni 250 ilyen gyakorlatot. Mielőtt megsülök az autóban, felmegyünk, megcsináljuk a jégkrémet, és futok ki kávézni a barátnőmmel, és utána, mivel péntek van, és egyedül vagyok, és szomorú vagyok, szerintem elmegyek shoppingolni Pozsonyba. Úgyhogy, let's go! Most meg felmenni a negyedikre, álom. Figyeljétek, mit szereztem be a Pepco-ban. Hát nem ilyet akartam, nem ilyen gyerekesed, de tök cuki, és más nem volt. Voltam a Teddy-ben is, a Tesco-ban is, mindenhol voltam, és nem volt jégkrémkészítő. Csak a Pepco-ban, és csak ilyen. Nagyon egyszerű, amit kitaláltam. A DM-ben találtam kókuszvizet, de figyeljetek oda, hogy ez legyen, mert van még egy ott, és abban van hozzáadott cukor, viszont ebben nem. Találtam egy sima natur kókuszvizet, meg kókuszvizet mangóval, és úgy találtam ki, hogy most már elmostam a kis jégkrém készítőmet. Azt láttam ki, hogy némelyikbe csak, ja, megvettem fagyasztott gyümölcsöt és fagyasztott málnát vettem pontosabban. Némelyikbe csak az aljába rakok fagyasztott málnát és felöntöm kókuszvízzel.
de csak egy-kettőbe szerintem, és a többibe úgy fogom, hogy ezeket összeturmixolom Málnával ebben a turmix gépben, úgyhogy most ezt megcsinálom, és megmutatom a végeredményt. Taste-teszt először is. Ez a mangos. Én amúgy tiszta málnás a kezem. Ez finom. Ez a sima. A mangos jobb, de ez is finom. Szerintem elég jól sikerültek. Mit szóltok? Kíváncsi vagyok, hogy milyen ízük lesz. Ugye ezek a sima málnások, és ez pedig az, amit nem turmixoltam össze. Ha engem kérdeztek, akkor ez a kedvenc gluténmentes, laktózmentes, hozzáadott cukormentes proteinszeletem, amit most meg fogok enni, mert éhen halok, és még csak most fogok hazavezetni meg Tesco-ba. És még elkészül majd a kaja, amit majd meglátjátok, hogy mi lesz. Ez is egy teljesen új recept, teljesen új dolgot fogok kipróbálni. De mire az elkészül, addigra 100-szor éhen halok, és nagyon-nagyon-nagyon sokat edzettem. Igaz, hogy ittam egy rizs proteint, miután edzettem, de tényleg nagyon érsők, és egyszerűen nem bírom, úgyhogy ezt most megeszem. Képzeljétek, most értem haza, 9:30 van este, és most fogok csinálni kaját. Nem szoktam este 9:30-kor főzni, meg 10-kor enni, de már nagyon éhes vagyok, délben ettem utoljára normális ételt, tehát akkor ettem a halat zöldséggel, utána edzés előtt fél banán, meg edzés után egy proteinshake, meg előbb a proteinszelet, de nagyon éhes vagyok végre egy normális kajára. Úgyhogy most egy ilyen fit bolognai spagettit fogok csinálni. Még sosem csináltam, és nagyon-nagyon izgatott vagyok. Különben a DM-ben most vettem ilyen hemp proteint, ami szintén gluténmentes, meg vegán is. És ez egy ilyen nagyon természetes protein. Nagyon furi íze van, de fel szoktam dobni karob porral. Ugye a karob az nagyon hasonlít a kakaóhoz, és akkor teljesen elviselhető. Úgyhogy még ezt szoktam inni, ezen kívül is proteint szoktam inni. És amit elég megettem protein szeretet, abban volt maltitol, és nagyon sajnálom, hogy megettem, nem vettem észre. Mindegy, most már a maltitol amúgy nem a legjobb dolog világon, és szerintem eléggé puffadást okoz. Igazából most már mindegy, csak akartam mondani, hogy erre azért figyeljetek, és hát szerintem az volt az utolsó, hogy ilyet ettem, mert sokkal fontosabb az egészsége. Nem is ízik el, de a telefonommal kell világítanom, mert nem működnek a lámpáim, és tök sötét van, meg valami vihar is jön. Most itt átsütöm a marósit a serpenyőn, és utána mondom, hogy mit csinálok tovább. Kisira került piros paprika, himalájai só, oregano, azt is, ja, meg bazsalikom. És most ez a paradicsom püré fog rákerülni. Ez egy ilyen bio. Tök jó összetevői vannak, és nincs benne cukor. A többiben majdnem mind volt cukor. Úgyhogy, ha szeretnétek ilyen egészségesebb spagettit csinálni, akkor erre figyeljetek szintén. Néz ki most az öntet, mindjárt átkeverem. Nagyon-nagyon jól néz ki, és direkt olyan paradicsompürét vettem, amiben vannak ilyen nagyobb paradicsom darabok. Hát a spagetti készen is van, és szinte talán 3 másodperc volt át megcsinálni. Egyszerűen fogtam a kis spirált, amivel tudok ilyen spagetti tésztát csinálni, és hihetetlen, hogy mennyire hasonlít a spagettire. Illetve ez így most nyers állapotban van, meg lehet ezt főzni is, vagy átpárolni, én nem is tudom, hogy egyáltalán fogom el, lehet, hogy nyersen fogom enni. Ez jobban sikerült, mint ahogy gondoltam volna. És végül a cukit egy kicsit átpirítottam,
úgyhogy... Úristen, de jól néz ki. Őszintén sokkal jobban néz ki, mint a 5000 kilót hozzáadott cukros spagetti, amiket enni szoktam régen. Éltem első jégkréme, és sikerült. Nem hiszem el. Sikerült. Jász. Úgyhogy éjfél van, de nekem ezt a vlogot még most meg kell vágnom. Már megcsucsáltam a tetejét. Nagyon finom. Tényleg. Biztosan még kitalálok más recepteket is. Mondjuk valami csokis. A proteint, hogyha megcsinálom. És lefagyasztom. Next step. Next level. Úgy fogom próbálni. Mert mindegy, aki ilyen hűsítőbbre vágyik, és nem csokis meg vaníliás, vagy ilyesmire, hanem gyümölcsösre, akkor ez nagyon jó. Na, megyek vágni, mert ez a vlog nem készül el magától.